Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt. Megpróbálom a sok papírból, meg ilyen képekből összeszedni azt a néhány információt, vagy érdekességet, amit ebben a címben összefoglalva kaptam. Palesztin kérdés, Gáza és Cisziordánia. Az előadások menetében egy történeti sor bontakozott ki teljesen. Ugye világháború, Izrael megalakulása, háborúk az arab világ és Izrael között, és akkor odaérkezünk egy utolsó szakaszhoz, amelyiket nek a végén Gáza és Cisziordánia kérdése kerül sorba. A 67-es háborúval fejezte be a professzor úr, az előttem szóló professzor úr az előadását, és ezzel kapcsolatban nekem néhány megjegyzéssel kell élnem, és azt kell hangsúlyozni, hogy az a bizonyos 67-es háború volt az arabok történetének a 20. századi legnagyobb és legsúlyosabb veresége. Ugye meséket mondanak róla, hogy repülőgépek még a felszállás előtt tönkrementek, mert lebombázták őket, hogy tulajdonképpen teljes, annak ellenére, hogy Jordánia, Szíria és Egyiptom is hadba állt, az egy pillanatok alatt gyakorlatilag vereséget szenvedtek. Nasser elnök lemondott, a tömeg követelte, hogy újra vállalja Egyiptom elnökségét, ezt el is vállalta, de hát a vereséggel nem volt mit kezdeni, próbálták a vezérkari főnökre ráfogni, aki aztán házi őrizetben maradt hosszú ideig. A sikertelenségét. Ez egy katonai vereség volt, de ez egyúttal két vagy több nagyon fontos dolognak is a realitását mutatta meg. Az egyik az, hogy akármilyen nacionalista, forradalmi, nyugati mintákat követő gondolkodás is van az országban, az arab világ egészében, a forradalmi országokban, ez nem tudja mozgósítani úgy az arabságot, hogy megfelelő erővel tudjon szembeszállni az izraeli hadsereggel. Ez volt az egyik. Ennek egy következménye a csalódás gyakorlatilag ebben a bizonyos nyugati eszmék által képviselt gondolkodásban, és egy nagyon radikális váltás következett ennek következtében, ez az iszlamista világnak a megerősödése. Gyakorlatilag ez a morális válság, amelyet a vereség okozott, ez átment egy útkeresésbe, és az útkeresésben még a legnagyobb szekuláris szerzők is folyamatosan egymás után nyúltak az iszlám hagyományaihoz, az iszlám politikai gondolkodásához, hogyha van ilyen, az iszlám írásmagyarázatának a lehetőségeivel, amivel megpróbálnak új gondolkodást felépíteni, és azt mondva, hogy a világ olyan kihívásokat állított eléjük, amelyre a saját hagyományaikra támaszkodva tudnak valódi válaszokat adni, és nem pedig a nyugatról átvett gondolkodásban, a forradalmi gondolatokban, a nacionalizmusnak annak a formájában, ami mondjuk Egyiptomban és több más helyen is megjelent. Ez az egyik nagyon fontos tényező, ezt követően a 70-es évektől kezdődően ismerjük meg és látjuk, hogy megjelennek az iszlamista mozgalmak az arab világban, és ezek az iszlamista mozgalmak, ahogy minden muzulmán közösségben, fundamentalista mozgalmak, aktivisták, ezek átterjednek Izrael területére is, illetve a megszállt területekre, és ott is létrehozzák a saját szerveződéseiket. Tehát az 67-nek az egyik eredménye egy morális válság az arab világban, új útkeresés az iszlamista világ felé fordulás, a hivatalos állami vezetésnek az ideológiájában ez csak módosulásokat hozott, és szép lassan elkezdődött ott is egyfajta, idézőjelben mondom, iszlamizáció, amelyik aztán a 21. század kezdetéig egyre inkább érvényesült. Visszanyúltak a törvényhozásban a sariához ismét, belvették az alkotmányba, például Egyiptomban is, hogy a saria is fontos forrás a jogvilág rendezésében. Tehát ez az egyik dolog. A másik az, és nagyon fontos, hogy a környező arab országok, Egyiptom, Szíria, Jordánia, Libanon
találkozott azzal a történettel, hogy bizony bármilyen katonai ereje is van, nem tud szembeszállni az izraeli seregekkel. Valószínűleg neki ez az ügy, amit úgy nevezhetünk, hogy palesztin ügy, nem kell, hogy foglalkozzon vele. Föl kell adnia az arab közösség képviseletét a palesztin ügyben. Ebből az következik majd, hogy tulajdonképpen a palesztin ügy, ami eddig úgy beszéltünk róla, hogy arab-izraeli, izraeli-arab probléma, az ekkor ezután váltott át palesztin izraeli ügyé. Tehát ez a megkötés arról szól, hogy nem az egész arab világ áll hadban, feszültségben, konkrét harci cselekvésekkel, ez nagyon fontos, az Izraellel szemben, hanem a palesztin nép és annak a fegyveres képviselete, amely 64-ben már meg is alakult. Ugye tudjuk, hogy a palesztin felszabadítási szervezet még korábban létrejött, és ennek egyik tagjaként egyik tagja lett később, egy másik alakulat, ez a Fatah szervezet Yasser Arafatnak a vezetésével, akik miután bevettek a palesztin felszabadítási szervezetnek a szervezetébe, átvette a hatalmat, a saját embereit ültette megfelelő helyekre, és így gyakorlatilag az egyik legerősebb palesztin felszabadítási mozgalomnak a vezetőjévé vált. Ehhez van egy mitológia is, amit mindig el kell mondani, mert mindenfajta fontos eseményben történik valami, amiből lehet csinálni egy hosszú történetet. Itt is 68 márciusában jordániai területén van egy Karáma nevű falu, vagy kisebb település. Ennek a közelében volt egy Fatah által föntartott ilyen gerilla tábor. Izraeliek tudtak erről a táborról, átmentek a Jordánon, pár kilométerre volt a Jordántól ez a bizonyos falu, és nagy erőkkel megtámadták, akik arra számítottak, most ezt az arab oldalon mondják, hogy elszaladnak majd a gerillák, ott hagyják a lőszert, mindent felrobbantják, és az izraeliek is visszamennek. Ez volt az elképzelés. Na most ezek elkezdtek visszalőni, mármint hogy a gerillák, sőt a jordániai hadsereg ágyúzni is kezdett a környékre, és sikerült néhány harckocsit, vagy páncélozott személy, vagy a katonai járműveket kilőni, és ezt utána pedig az izraeliek visszavonultak, és tulajdonképpen vége lett a csatározásnak. Óriási veszteségei voltak a gerilláknak, gyakorlatilag megint elvesztettek egy ilyen csatát, de ott maradtak ezek a kilőtt harckocsik, és ezeket bevitték Ammánba, fölvonultak vele, hogy kérem szépen, az izraeli erő tud veszíteni is, és íme ezeket mi kilőttük, és ebből a vereségből megfelelő médiával, megfelelő szöveggel sikerült egy olyan mítoszt fölépíteni, hogy íme az izraeli erő az mégiscsak megállítható, vagy mégiscsak veszteséget is tud mutatni, vagy legalábbis történni vele. Tehát ez volt a palesztin felszabadítási mozgalom erre a ideológiára, vagy erre a mítoszra megpróbált rákapcsolódni, és innentől kezdve egész 70-es évekre vonatkozóan ugye ismerjük, hogy a robbantások és a repülőgép eltérítések München, meg szóval minden, ami történt, az tulajdonképpen ebből a 67-es vereség, a palesztin ügy önmagára maradságából táplálkozik, vagy ered nem táplálkozik, és még egy mondat hozzá, amiben az vált világossá a palesztinok, arabok számára, hogy kérem szépen, mese nincs, a saját ügyünket nekünk kell elintézni. Nem kell az unokatestvéreinkre, meg nem tudom kire számítani, hanem ez egy palesztin ügy, és a palesztinoknak kell az izraeliekkel, a zsidókkal a problémáikat rendezni. Ez bevezetés az egész későbbi eseményekhez, hiszen a 73-as háború, amelyiknek a hozadékai között végül is a területet békéért című folyamat volt, és ez a területet, a békéért folyamat nyitotta meg a lehetőséget gyakorlatilag, hogy az a fajta az arab országok által már gyakorlatba ültetett, hogy elgondolás, hogy az izraeli palesztin ügyben nem szólunk bele, hogy ezt a dolgot helyre tegyék, és ők békeszerződéseket kössenek Izraellel, nem beszélve arról, hogy Izrael is békeszerződést akart kötni velük, hogy ezzel nyugodtan biztosíthassa
a megfelelő határokat, és ehhez megvolt nyilván a nemzetközi támogatás is. Nagyon ismerős, hogy Anwar Sadat vállalta az arab országok közül először, hogy nem hogy csak a Jeruzsálembe vagy Tel Avivba és a Knessetben beszél, hanem még azt is vállalja, hogy az arab világgal szemben, hogy ő békét köt, hiszen a sínai félszigetet vissza akarja szerezni, és ebben a békekötésben megvagyják azokat az általános kereteket is, amelyek egyértelművé teszik, hogy az arab világ ugyan oda gondol, ugyan figyeli a palesztin-izraeli ügyeket, és hogyha kell, közbelép, és hogyha kell, de első számú indítványozóként sohasem fog szerepelni. Gyakorlatilag ez a 67-es háború, 73-as háború, és a 70-es évek végére a Camp David-i egyezményekben rendezett dologgá vált, és mindegy mögött ott állt a 242-es határozat, ugye, amelyik azt mondja, hogy kérem szépen a nemzetközi közösség, az ENSZ azt kéri, vagy hát elvárja el Izraeltől, hogy a 67-es határokra menjen vissza. Ugye? Most mik a 67-es határok? Palesztina megosztásának a térképe, a 47-47, 49-67 és a mai állapotoknak a térképe, azért tartom fontosnak, hogy világosan lássuk a helyzetet. Ugye a 47-ben, akkor, amikor az ENSZ a javaslatát megfogalmazta, akkor az a bizonyos térkép, ugye, vagy területi elhelyezkedés volt a zsidók és a palesztinok között. A második képen az a bizonyos felosztási terv szerepel, ahol a kétszer három terület van. 47-ben, amikor az ENSZ először foglalkozott a terület megosztással, akkor ez volt a tényleges helyzet. Ezeken a világos foltokon voltak zsidó települések, a többi pedig birtokban, nyilván Negevben kevésbé, az pedig palesztin birtok volt. Ennek alapján állapították meg ezt a bizonyos tervet, vagy megosztást, amelyik ilyen három kisebb területet itt is hozott létre, és itt középen pedig Jeruzsálem és a Betlehem környékének a nemzetközi ellenőrzése alá, ami 37-ben még brit ellenőrzés volt, itt pedig ENSZ ellenőrzés lett volna. A háborúnak a végén békemegállapodások jöttek létre a különböző országok között, mégpedig Egyiptom, Jordánia és Szíria, és ennek eredményeképpen a belső területeken egy ilyen úgynevezett zöld vonal alakult ki, ami azt jelenti, hogy a ciszjordániai terület és a gázai terület egy olyan körbekerített önálló egységként szerepel, amelyik nem képezi Izrael határát. Tehát a zöld vonalon belül lévő területek azok palesztinok által lakott terület, ami megszállás alatt van a mi fogalmaink szerint. Izraeliek ezt igazgatott területnek tekintik, különböző okfejtések alapján. Tehát ez a helyzet alakul ki végül is a 67-es háború után, és a palesztin felszabadítási szervezet tulajdonképpen ennek a területnek az ügyeiben szorgoskodik már a 70-es, 80-as évektől kezdődően. Fontos változások voltak tehát a békekötések a Egyiptom és a később Jordániával is, Izrael szempontjából, és az újabb változások azok a 80-as években következtek be, amikor is a két fontos dolog történt. Az egyik az, hogy a PFS-t átvette végképp a Fatah, és ennek eredményeképpen az arab közösség elismerte egyedüli képviselőjeként a palesztin ügynek a PFS-t. Ez volt az egyik dolog. A másik pedig az, hogy megalakultak az palesztin iszlamista szervezetek is, az iszlám dzsihád és a Hamász. Tehát ezek a 80-as évekből származnak, és azoknak tevékenységükkel szorosan összekapcsolódik az úgynevezett első intifáda, az első lázadás, amelyik 87 végétől kezdődően tartott egészen 90-es évek elejéig. A
Történetünkben jól emlékszünk rá, a 90-es évek elején volt az iraki első háború, vagy nem tudom én, hanyadik. Az elsőnek azért nevezem, mert a mi emlékezetünk szerint, és ekkor Palesztina egy kicsit, mint a PFS elszerepelte magát, és negatív Saddam Husseint éltette, és a Kuwait elfoglalása után, és mellé álltak, emiatt a nemzetközi közvélemény ugyancsak palesztin ellenessé vált, és ebből nagyon nehezen tudtak kivergődni. Végül is az lett, hogy a Bush elnök, az idősebb Bush elnök vezérletével Madridba vitték a palesztin ügyekkel foglalkozó, arab ügyekkel foglalkozó tárgyalásokat, és ebben elrendelték azt a folyamatot, amit később oszlói folyamatnak szoktunk nevezni, hogy a végén Oszlóban megállapodások születtek az izraeli fél és a palesztin hatóság, a palesztin felszabadítási szervezet között. Ennek alapvető dokumentumát 1993-ban írták alá, mégpedig Yasser Arafat és a Rabin, Yitzhak Rabin miniszterelnök, amiben tisztázták, hogy kérem szépen az palesztin kérdést rendezni kell, mégpedig úgy, hogy autonómiát kell biztosítani a palesztinok számára azokon a úgynevezett megszállt területeken. A következő dolog pedig úgy folytatódik, hogy Oszló után a szerződéseknek megfelelően az volt az elvárás, hogy a palesztin területekre beköltöző palesztin hatóságok átvegyék a területeket, és ők önállóan próbálják meg irányítani önkormányzati jelleggel. A ciszjordániai rész és a gázai rész került ilyen formán elvileg palesztin hatóság ellenőrzése alá. Az volt a szerződésekben rögzítve továbbá, hogy 5 éven belül pedig további tárgyalásokkal el kell jutni addig a pontig, hogy a két állami megoldást készítsék elő. Itt próbálok úgy fogalmazni, hogy nem azt, hogy megállapodnak biztosan, hanem a két állami megoldás felé haladjanak a szerződések. A helyzet az, hogy nem folytatódtak ezek a tárgyalások ebben az irányban, és végül is a mai napig, tehát majdnem 30 éve, folyamatosan egy ilyen bizonytalan helyzet van a palesztin autonómia ügyében. Ebben a palesztin autonómia ügyében két elem van, amit hangsúlyozni kell, mégpedig azt, hogy Ciszjordánia és Gáza egymással nem érintkező területek, ez az egyik, amit hát látunk a térképen és tapasztaljuk, és a másik az, hogy a palesztin hatóságnak a vezérkara az végül is Ciszjordániában, Ramallában talált magának telephelyet, és innenről irányította a folyamatokat. Yasser Arafat volt a hivatalosan megválasztott elnök, nemzetközileg az ENSZ-ben nem tag megfigyelőként szerepel a palesztin szervezet, államiságát a világon több mint 100 ország elismerte, nagykövetséget tartanak, vagy ügyintézői hivatal tartanak föl nagyon sok országban, Magyarországon is, és gyakorlatilag a teljes önkormányzati dolgot át kellett volna, hogy vegyék. Ám de fontos dolgok történtek ebben a bizonyos oszlói megállapodásokban. El kell mondanom, hogy időnként ilyen arab verseket, meg szövegeket fordítok magyarra, és 22-ben kezembe adtak egy könyvet, aminek az a címe lett magyarul, hogy egy apró részlet. Adania Sibli, egy palesztin egyetemi tanárnő írta ezt a regényt, és arról szól, hogy milyen körülmény, hogyan éri meg a palesztinságát ezek között a körülmények között, amit az izraeli megszállás, illetve az izraeli uralom jelent számára. Na most, abban találkoztam azzal, hogy Izraelnek bizonyos területein zónák vannak, A, B és C zónák.
Én ezt akkor utána kellett, hogy nézzek, és így nekem is világossá vált, hogy tulajdonképpen az oszlói megállapodások szerint azt a területet, amit Cisziordániának nevezünk, és 6000 négyzetkilométer körülbelül, és úgy gondoljuk, hogy ez egy teljesen önkormányzati terület, ami teljesen a palesztin hatóság alatt van. Tehát ez rossz gondolás, mert itt kérem szépen a színek egyértelművé, ez eszik, talán el is olvasták már, hogy bizony a zöld, a sötét bordó és a világosabb bordó, hogyha ez az, mellett, meg van a kék is, arról most nem akarok beszélni, hogy az megtartja az izraeli katonai fennhatóságot mindenképpen, de bizonyos területeken a polgári dolgot is átveszi teljes mértékben, illetve megtartja maga mellett. Jó, ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az a 3 millió, közel 3 millió lakos ezekben a zöld területekben és a mellette lévő területekben együtt van, de az önkormányzat az csak ezekre a zöld területekre vonatkozik. Ez az úgynevezett A-zóna, ami a polgári és a katonai intézkedéseket is illeti. A sötétebb az felesben van, tehát a polgári ügyeket azt intézi a palesztin hatóság, a helybeli, a katonai rendészeti ügyeket pedig az izraeliek, és a másik területen, ez amelyik itt látható, az pedig azt jelenti, hogy ott továbbra is érvényesül a megszállt területnek a logikája, ami szerint a katonai és a polgári irányítás is az izraeliek kezében van. Ez egy nagyon fontos adalék. A különböző területek között a palesztinok nem járhatnak minden további nélkül. Különböző engedélyekkel, különböző igazolványokkal tudnak átmenni, amit vagy ellenőriznek, vagy nem, az egy részletkérdés, de meg kell szerezni az engedélyt. A másik pedig az, hogy a polgári közigazgatás, különösen az itt nem jelölt területen nagy lehetőséget ad az úgynevezett telepeknek a beépítésével, hiszen ott a kormányzat, tehát az izraeli megszállóknál van az a bizonyos engedélyezési feladat, hogy a megszállt területekre engedélyezzenek újabb és újabb telepeket építeni. Na most ez a fajta építkezési engedélyezés, ez a palesztinokra nem vonatkozik, vagy sokkal nehezebb legalábbis elérni, és hát nyilván több helyen lehet találkozni vele, hogy kérem, lebontották azokat az épületeket, amit a palesztinok engedély nélkül, vagy nem az engedélynek megfelelően építettek föl. Ennek érdekében nagyon komoly megfigyelő hálózat van az egész területen, és bármilyen ilyen merényletet találnak, akkor abban azonnal intézkedni fognak. A terület ilyen értelemben eléggé zárt, ismerjük, hogy a Kalkija és a többi kapukon lehet bejutni Izraelbe és vissza, ahol aztán munkát lehet vállalni, és ugye egyoldalúan Jeruzsálemet pedig annektálta Izrael és fővárosnak tekinti. Na most ez egy ilyen apróság, nem szoktunk ilyen mélységbe belemenni a palesztin ügyekben, a hírekben, sehol nem hallunk ezekről, ezért úgy gondoltam, hogy erről mindenképpen egy mondatot kell mondani. A telepek építése, hát az egy gyönyörű, egy hegyoldal, végig gyönyörű épületekkel, amik hát újak, most építették őket, vagy vannak benne lakosok, vagy nincsenek lakosok. Meg kell mondani, ezek a telepek, meg kell mondani, hogy ezeknek az ára és a hozzáférhetősége az sokkal egyszerűbb az izraeliek a zsidók részére, mint hogyha magának Izraelnek a területén akarnának ugyanolyan alapterületű nagyságú lakást megszerezni, ezzel kvázi ösztönzik az idevajló kitelepülést. Ez a kitelepülés, a megszállt, most megszállt Cisziordánia Gáza, ez a megszállt terület, hogyha mondom véletlenül, megszállt területekre való telepeknek az építése a nemzetközi jog szerint viszont tilos.
mert megváltoztatja az ottani demográfiai helyzetet, és a demográfiai helyzet megváltoztatása az, amitől valamilyen területnek az annektálása, stb. További sorsa módosulhat a megszállás befejezése után. Ezen kívül a telepeknek a Cisziordániában ez a része még azért is fontos, mert a napokban vagy az elmúlt években hosszú viták voltak arról, hogy a szuverenitást kiterjesztik az ott élő izraeli állampolgárokra. Tehát az azt jelenteni, hogy azokat a személyeket, akik a ottani területen laknak, azok izraeli állampolgárok mindenfajta tekintetben. És ilyen értelemben ez pedig nem érvényes az ott lakó palesztinokra. Most ez a megszállás történetnek van egy másik eleme is, amit Jordánia egyébként megcsinált, hogy amikor a palesztin területek közül Cisziordániát még az első eset ügyek idején megszállta, akkor az ottani palesztinoknak jordániai állampolgárságot adott, hiszen ez volt a nemzetközi jognak a rendelkezése, hogy az adott terület, megszállt terület lakossága az a megszállónak az állampolgárságát kapja. Na most az Oszló megállapodásokban ez nem szerepel, ez a fajta történet, hogy mint egy figyelmen kívül hagyták. Igen, tehát ezt gondolom ismerős, hogy ez a bizonyos fal, amivel el vannak kerítve a cisziordániai és a gázai területek. Ugye tudjuk, hogy olyan mértékű robbantások és átmerényletek történtek, amire a biztonság érdekében ezek a rettenetesen magas falak megépültek, amit a nemzetközi jog megint tilt, és amivel megint probléma volt, de ezt Izrael figyelmen kívül hagyja. Jó, átmegyünk akkor a gázai övezetre. Itt Budapestnek a árnyéka látszik talán a képen. Ez csak azért, mert hogy az 525 négyzetkilométer, itt pedig akárhogy is nézem, az év napjainak a számmal áll 365 négyzetkilométer, tehát kisebb, mint a nagy Budapestnek a területe, és ezen lakik, most nem tudom mennyit mondtunk, 2,3 vagy 2,1 millió ember. Ez egy nagyon fontos történelmi terület. Az Egyiptom és a Levante, egyiptomi Szíria közötti közlekedésnek a fő útvonala. Itt van valahol a Gáza folyó völgye, az egy ilyen gyönyörű ligetes valami volt valamikor. A régi útleírásokban lehet látni, vagy olvasni arról, hogy milyen árnyas, megpihentető állomás Szíria és Egyiptom között. Itt ment el minden hadsereg. Ugye ide Napóleon erre ment Szíria felé, és visszafelé is arra ment. A Szent Család itt utazott, mit nem mondjak. Tehát egy nagyon fontos átmenő történet, és nyilvánvalóan a tenger felé is megvan. Más kérdés, hogy a tengeri kapcsolat az a gázai kikötőnek a megépítése tiltása miatt ugyancsak nehézségeket okoz a gázai övezetben lakóknak. Még egy történet, a tengerparttól szokásosan ugye azt szokták mondani, hogy 20 tengeri mérföldig van kiterjesztve a szuverenitás. Na most a büntető akcióknak a következményeképpen először 12, aztán 6, aztán 3 kilométer mérföldre, tengeri mérföldre egyoldalúan az izraeli kormányzat csökkentette ezt. Tudjuk azt, hogy ennek a területnek a energiaellátása, a vízellátása az csak kívülről történik, és egyetlen egy kivezető útja van Rafah Egyiptom felé. Jó. A gázai övezet problémáját az egész napjainkig tartó eseményekben az okozza, hogy az a bizonyos iszlámista szervezet, amelyik a 87-ben alakult, és amelyik teljes támogatást kapott a lakosságtól, meg kap a lakosságtól, 2006-7-ben különbözött a palesztin hatóság cisziordániai részével, és ennek következtében
ott maradt a tengerparton, megszűnt közöttük a kapcsolat, már olyan értelemben, hogy a politikai vezetést, az adott területnek a közigazgatási feladatait, ba nem szólhatott bele a palesztin hatóság, és fordítva. Most ez egy nagyon, és közben pedig 2005-ben, ez egy másik fontos tényező, az izraeli hadsereg levonult a gázai övezetről, sőt, ami addig a történelemben nem fordult elő, ezekből a bizonyos telepekből, amik ott is épültek, körülbelül 6000 telepest erőszakkal, izraeli erőszakkal visszavitt, vagy átvitt Izrael területére. Utána Gázát is körbekerítették ugyanezekkel a betonelemekkel, és így gyakorlatilag egy, ahogy újságokban lehet olvasni, ugye nyitott börtönné vált, amelyikben a megélhetés az nagyon nehezen ment. Miért? Azért, mert valamikor, amikor az izraeli hódítások mentek előre, akkor a menekülőknek nagy része ide csoportosult össze. Tehát a palesztin menekültek, akik ugye azok, akiknek a lakóhelye is megélhetése 46. június 1 és 48. május 15. között Palesztinában volt, akik a 48-as, 49-es háború során elvesztették otthonukat, megélhetésüket, ők a menekültek, akik az első hullám, akik különböző menekült táborokban helyezkednek el, 1,5 millió ember, és ezek a zöld pöttyök jelentik, hogy körülbelül, hogy hol helyezkednek el. Ugye nagyon érdekes, hogy Gáza vagy, hogy nem zöldnek játszik, mint hogyha az egész egy ilyen menekültábor lenne. A West Banken, tehát Cisjordániában megint óriási területek vannak, Libanonban, Szíriában, Jordániában lehet találni még ezeket a menekült táborokat, amiket most bombáznak le, és most törölnek el gyakorlatilag a föld felszínéről. Nagyon fontos eleme a nemzetközi gyakorlatnak, hogy az ő ellátásukra, a munkahely hiány, az élelmiszer, az egészségügy és oktatás és mindenfajta kérdésekben hiányt szenvedő gázaiak és menekültek részére az ENSZ külön ügynökséget hozott létre, és ezzel támogatja, segíti ezeknek a működését mind a mai napig. Jó. A kérdés az, hogy még egy képen van, bocsánat, azt is meg kell mutatnom, Kelet-Jeruzsálem. Ugye, mert akárhogy is nézzük, ezek a bizonyos megszállt területek, amelyek, ahogy mondta, Cisziordánia és Gáza, de van egy harmadik is, az pedig Kelet-Jeruzsálem, ami a 67-es háború során került izraeli fennhatóság alá. Itt látható, hogy hol helyezkedik el a West Banken, illetve önmagában, hogy helyezkedik el, és mindenfajta jövendelések és egyebek vannak, amik azt mutatják, hogy a népszaporulat szerint a század közepére majd, hogy nem kiegyenlítődik a zsidó és a palesztin lakosság ezen a területen, aminek nagyon fontos következményei kellene, vagy kell, hogy legyenek. Ezt nyilván majd az akkor élők meg fogják oldani. A kérdés, az, hogy miről is van szó. Hogy mi itt Közép-Európában ülünk szépen, és halljuk a híreket, számoljuk a holtakat, számoljuk a nem tudom, ilyen bombázásokat, meg egyebeket. És hát akárhogy is nézzük, itt arról van szó, hogy az arabok úgy fogalmaznak, hogy itt gyarmatosítás történik. Hogy azokat a területeket, amiket az oda költöző zsidók elfoglalnak, és saját területekként akarják használni, azok mindent megtesznek, és úgy látszik a nemzetközi világ hagyja ezt, hogy ezt megtegyék, és közben a rajta élő, az ott élő emberekkel nem számolnak. A tényeket próbáltuk, vagy próbáltam összerakni, nem tudom, hogy eléggé megzavart engem ez a szerkentyűség. Elnézést kérek én.
Hát a következő tárgyalásoknak, béketárgyalásoknak hamarosan azt gondolom eljön az ideje a gázai események kapcsán, és talán egy ötödik béketerv is készül, nem csak négy, ahogy ezt többen mondják, és akkor majd nyugodtabban tudjuk nézni ezt a térképet, vagy a világot. Köszönöm szépen. Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon-próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.